A kormány a május 1-jét megelőző hétfőt is munkaszüneti nappá nyilvánította a közintézményekben. A kabinet tegnapi ülésén hozott döntés szerint a határozat kiterjeszthető a magánszférában dolgozókra is, a munkaadók és alkalmazottai közötti megegyezés szerint, de a kieső munkaidőt május 5-én pótolni kell. Eddig a hír, amely legtöbbünknek azt jelenti, hogy idén a majális akár 4 napos is lehet. A hosszú hétvége ünneplésre vagy akár a halogatott munkák elvégzésére is alkalmat adhat. Nagyon jó, mert van munkája az embernek, el tudja végezni tavaszi munkákat otthon. És jó egy ilyen szabad nap. Jó. Mit szoktak csinálni május hát, mi én például pityúkat ütetek, és elmenjünk az ődbe egyet flekkenyezni, ez az. Ilyen a dolgok, a családdal együtt van az ember. Mi is megyünk kirándulni, mi csak Komorodba megyünk, de másképp Szeretezbe vagy Kirújba. És a hétvégét ott szoktuk tölteni. Én Lővétel vagyok, és az Erdélyre szoktuk menni, Szeretezbe vagy Kirújba. És úgy általában egy hétvégét ott töltünk, és bulizunk a haverokkal. Én valamikor régenni kirándulgattam, most már nem igen. És most mit fog csinálni ezen a műnök? Hát, vagy bejövök az unokákkal sétatérre, vagy otthon töltegetem a napokat. A május 1-je sok embernél az első kirándulást jelenti, hiszen most először engedi meg ezt az időjárás. A következő hétvégén tehát a környékbeli kirándulóhelyek mind meg fognak telni.